Én találtam egy könyvjelzőt. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a szokásos éves könyvespolc túra videóm lesz. Az éves update-nek itt az ideje, elég sokat változott szerintem a polcom a legutóbbi óta, meg nagyon sok új könyvem is lett. Ja, hát igen, ugye 4 polcom van, de ebből csak 3 polcon tárolok könyveket, és ami ebben a videóban benne lesz, az 7 sor van mindegyik polcon, de ebből csak 5-ön vannak jelenleg könyvek, úgyhogy csak ezt a 3x5 sort fogom most megmutatni, mert a többi mindenféle egyéb dolog van, ami a szigorúan véve nem tartom a könyves polcom részének, úgymond, mármint a könyves polcomon van, de azért, mert ott van rajta hely, igen. Úgyhogy nézzük is, hogyan is néz ki akkor a könyves polcom azon kívül, amit így a videóban általában látni szoktatok. Oké. Akkor ez lesz most az első polc, amin végig megyünk, soronként fogok haladni. Hát ez a polc, ezen gyakorlatilag a könyvmajképzős pöttyös, igen, mozog a padló, hogyha mozog a kép, ez azt jelenti csak, hogy mozog minden alatta. Szóval ezen a polcon igazából a könyvmajképzős könyveim vannak, amik nem a Percy Jacksonok, plusz az Álomgyárosok, meg még egy-két másik, így főként így a romantikus vonulat látható itt. Szóval van itt egyrészt így dekorációnak egy Aurora Candle-ös belga csokoládé illatú gyertya. Másrészt, ami gyakorlatilag egy polc támasznak felel meg, az a kedvenc illatom, szintén Aurora Candle, Himalájai cédrus és jázmin illatban. És akkor nézzük, milyen könyvek vannak ezen a polcon. Azt sem tudom, ez micsoda, ja? Lea Stone-tól a Fallen Academy Bukottak Akadémiája első könyv. Ez egy zsákba macska könyv volt, kizárólag azért van ilyenem. Aztán a Luxen sorozat, aminek ugye az első része az Obsidian, Jennifer L. Armentrout-tól, a második rész az Onyx, a harmadik rész az Opal, a negyedik rész az Origin, és az ötödik rész az Opposition, ellenállás. Aztán van itt egy hatalom trilógia első rész, a Hamis Herceg, Jennifer A. Nielsen-től, Alexandra Christo-tól a To Kill a Kingdom egy birodalom végzete, Susan E.-től az Angel Fall angyalok bukása, Christina Laurent-től az Autobiografi egy fiús könyv, Szélesi Sándortól a Kincsem, Rupika úrtól a Tej és Méz, aztán Nicholas Burrow-tól a Nőmosolya sorozat, azaz a Nőmosolya, a második rész a Cseresznyevirágzás, és az előzmény történet a Szerelem receptjei. Bauer Barbarától a Fényfestő, random könyv Catherine Nicolaitól az Álmod hogy szépeket megnyugtató történetek felnőtteknek a békés alváshoz. Ez fogalmam sincs, hogy miről szól. Beth Moritól az Igaz szerelem nem öregszik, Hannah Beckermantól a Bárcsak elmondhatnám, Richard Ropertől az Élet mindig kínál második esélyt, talán azért, hogy azt is elszúrjuk. Illetve két romantikus, erotikus könyv még, egy Abby Jimenez-től a Barátnak tartalak, illetve Helen Hunktól a Szerelem egyenlete. És ez lett volna az első polc. Tovább haladva, ennek nagyon egyszerű a tematikáját kitalálni, ez a vaják polc. Szintén egy Aurora Candle-es gyertya, ez a Levendula és Selvaj nevezetű, egy London busz double decker. Évek óta a polcon van. Meg hát még egy Aurora Candle-ös gyertya szintén támaszként funkcionál, jelenleg ez a harangvirág illatú, ez is nagyon fincsi. Igen, ezen a polcon van egy kakukk tojás, ami Palágyi R. Lászlótól az Éjkapu, és azért raktam ide, mert ez is high fantasy, és elfért. Igen, és akkor ugye itt van a teljes Witcher sorozatom, mi az vaják sorozatom, Andrzej Zapkowski-tól, első a Season of Storms, Viharidő, vagy hát az egy előzménykötet. Aztán ugye az első rész az Utolsó kívánság, a második rész a nem tudom a magyar címét, Sword of Destiny, a harmadik rész, ami igazából a sztorinak az első része, a Tündevér, és igen, ilyen össze-vissza, pedig elvileg ugyanaz a kiadás. Aztán Megvetés ideje, Tűzkeresztség talán, Baptism of Fire. A hatodik rész a Fecsketorony, és az utolsó hetedik rész a
tó úrnője, The Lady of the Lake, ennek sem tudom, hogy pontosan hogy van a magyar címe. Ja, ez lett volna akkor ez a High Fantasy per vaják polc. Hát a következő az régen volt a disztópia polcom, és egyen lejjebb foglalt helyet, aztán most ilyen disztópia per fantasy polc, és ami odafér. Körülbelül így néz ki. Igen, már megint van itt egy gyertya, ez a Pumpkin Spice Latte illatú, szintén Aurora Candle-es. Aztán a posztámaszként funkcionáló ilyen tollaim, amit néha napján fotózáshoz használok, amikor ilyen könyvesképet csinálok, illetve egy Piton Funko Pop. Először is itt van Huszti Gergelytől a Mesteralvók hajnala sorozat első része, a Mesteralvók hajnala, illetve a második része, a Mesteralvók viadala. Aztán itt vannak az Éhezők viadala könyveim, az első rész az Éhezők viadala, második rész a Futótűz, és harmadik rész a Kiválasztott. Aztán itt van a Moskát Anita gyűjteményem, a Hazugság tézisei, ami azért nem volt eddig itt, mert most olvasom. Szintén Moskát Anitától a Horgonyhely, és az Ira és bőr. Klein Hans Csillától az Ólomerdő, Rick Jancy-től az Ötödik hullám, sorozat első része az Ötödik hullám, második része a Végtelen tenger, harmadik része az Utolsó csillag. Aztán Szaba Tahirtól a Szunnyadó parázs, itt van még az Útvesztő sorozatom a két előzménykötettel együtt, tehát az egyik előzménykötet a Lászkód, másik előzménykötet a Halálparancs, és maga az Útvesztő sorozat, tehát az első rész az Útvesztő, a második rész a Tűzpróba, és a harmadik rész a Halálkúra. Itt van Charlie Higgsontól a The Enemy felnőttek nélkül, és az utolsó könyve polcon Martin Kay-től az Eastern. Szóval ez ebben a sorban az utolsó polc, és így néz ki. Lefelé haladjunk át a következő polcra, bekapcsolom nektek a buknukot. Ezen a polcon foglalnak jelenleg helyet a Puffin Children's Classic könyveim, illetve Natalia Serba Órakulcs sorozata. Nem volt túl sok logikus rendezési elv emögött sem már. Remélem meglepődtök, még egy gyertya, ez pedig a mézes kalács illatú, ilyen szintén Aurora Candle. Aztán itt van ez a boríték, amit Natalia Serbától kaptunk a könyvemutatóján. Most nem bontom ki, de ezt itt tárolom az Órakulcs sorozattal együtt. Itt egy Lego Dobby a kis szokniával, illetve egy Funko Pop Dobby. Jó, hát akkor, amint mondtam, itt vannak a Puffin Children's Classic könyveim. Az első Charles Dickens-től a Karácsonyi ének, Robert Louis Stevenson-tól a Kincses sziget, Anna Sewell-től a Fekete szépség, aztán Louisa May Alcott-tól a Kisasszonyok, nem Jim, J.M. Barrie-től a Pán Péter, Roald Dahl-tól a Matilda, és Jack London-tól a Vadon hívó szava, talán ez a magyar címe, The Call of the Wild. Kenneth Graham-től a Békavári uraság, Roger Lanslin Green-től, ennek szerintem nincs magyar címe, Tales of the Greek Heroes, E.B. White-tól a Malacapácban, és Rudyard Kipling-től a The Jungle, mi az? Dzsungelkönyve. Szintén Roger Lanslin Green-től a Robin Hood kalandjai, Francis Hodgson Burnett-től a Titkos kert, Mark Twain-től a Huckleberry Finn, és L. Frank Baum-tól az Oz. Szintén Francis Hodgson Burnett-től a Pad lesz a kis hercegnője, illetve L.M. Montgomery-től az N. otthonra talál. És ugye, mint mondtam, az Órakulcs sorozat, tehát a ugye Óramágusok sorozat Natalia Serbától, tehát az Órakulcs, az Óraszív, az Óratorony és az Óranév. Illetve itt mutatom kicsit közelebbről a buknúkot. És akkor ennyi van ezen a polcon. Következő szintén kis polc, hát ez gyakorlatilag a lovas polcom. Megint egy gyertya cappuccino kakaószórással névre hallgat. Egy kő, egy ilyen szilajos pesz cukorka tartó, csak ez ugye ez az újfajta szilaj, és én vele nem értek egyet, és még mindig nem festettem át a fejét. Az eredeti szilaj mindörökké, ezt az újfajtát nem tudom tolerálni. És hát itt van a kis kézzel készített főnixem is, kis masnival a nyakában. Plusz ez a lámpás, amit a könyvtámasztásra használok. Itt tartom a saját könyveimből a saját példányaimat, a Csikó, aki tűzben született sorozatot, első rész a Futótűz, második rész a Sárkánytűz, harmadik rész az Őrzők tüze, negyedik rész az Otthon tüze, ötödik és egyben utolsó rész a Tűz és sötétség. Aztán van itt még egy az utolsó egyszarvú
című kötet Peter S. Beagle-től, aztán Nicholas Evans-tól a Suttogó, Michael Morpurgo a Hadakutyán, Elaine Mitchell-től a The Silver Brumby, Margaret Henry-től a Misty of Chincoteague, illetve a Kapuk tojás, ami a Szilaj DVD. Igen, ez a polc csak ennyi. Folytassuk ezzel a polccal, ez főként a Sárkányos könyveimet tartalmazza, illetve Cressida Cowell könyveit, illetve pont befért Smarrózától még a két megjelent kötet. Tudjátok már, hogy megy ez? Gyertya! Gözögő almás pite illatban. Szokásosan itt van a fogatlanom. Illetve ezen a polcon tartom ezt a tintapárnát, meg az Ex Librisemet, amit még tavaly kaptam Tamarától a Secret Santa-ra. Ez ugye így néz ki, belepecsételve. Még nincs minden könyvemből belepecsételve, azt is elárulom. Na hát, első sárkányos sorozat a Wings of Fire, magyarul már megjelent Tűzszárnyak, Tuiti Sutherland-től. Az első rész a The Dragonette Prophecy, a második rész a The Lost Heir, a harmadik rész a The Hidden Kingdom, a negyedik rész a The Dark Secret, és az ötödik rész a The Brightest Night. Továbbá még mindig Wings of Fire, a hatodik rész a Moon Rising, a hetedik rész a Winter Turning, a nyolcadik rész az Escaping Peril, a kilencedik rész Talons of Power, és az utolsó tizedik rész a Darkness of Dragons. Nem utolsó rész, mert még ezután vannak részek, csak nekem nincsenek meg. És akkor az Így neveld a sárkányodat sorozott Cressida Cowell-től, az Így neveld a sárkányodat, Így legyél kalóz, harmadik rész Így beszél sárkányul, negyedik rész How to cheat a dragon's curse, nem mindegyiknek tudom sajnos a magyar címét, ötödik rész a How to twist a dragon's tail, hatodik rész a Hero's Guide to Deadly Dragons, hetedik How to ride a dragon's storm, nyolcadik How to break a dragon's heart, kilencedik rész How to steal a dragon's sword, tizedik rész How to seize a dragon's jewel, tizenegyedik rész How to betray a dragon's hero, és az utolsó rész a How to fight a dragon's fury. Itt van még a Hajdanvarázslói sorozat is a polcon. Első rész a Hajdanvarázslói, második rész a Twice Magic, harmadik rész a Knock Three Times, és a negyedik rész a Never and Forever. Illetve itt van még Smarrózától a Nagy folyók haragja első része a Ladan könyve, illetve a második része a Varad könyve. Ráadásul ennek itt a gerince képet is ad ki. Jó, és ebben a sorban ez volt az utolsó polc. Következő sor első polca. Ez elég egyértelműen egy Percy Jackson polc. Itt van a The Son of Poseidon gyertyám, saját készítésű Percy Jacksonos tábori nyakláncom. Első könyv a polcon a Percy Jackson's Greek Gods, Percy Jackson és a görög istenek talán magyarul, illetve a Percy Jackson görög hősök. A Percy Jacksonos képregényem a Szörnyek tengeréből. Maga a Percy Jackson és az Olimposziak sorozat a Villámtolvaj, második rész a Szörnyek tengere, harmadik rész a Titánátka, negyedik rész Csata a labirintusban, ötödik rész az utolsó Olimposzi. Az Olimposz hősei sorozatnak az első része az Elveszett hős, második rész a Neptun fia, harmadik rész az Athéné jele, negyedik rész a Hádész háza, és az ötödik rész az Olimposz vére. Aztán itt van még a Trials of Apollo vagy Apollon próbái sorozat, az első rész a The Hidden Oracle, a második rész a The Dark Prophecy, a harmadik rész a The Burning Maze, a negyedik rész a The Tyrant's Tomb, és az ötödik rész a The Tower of Nero. Itt van még a Magnus Chase and the Gods of Asgard sorozat, azaz az első rész a The Sword of Summer, a második rész a The Hammer of Thor, és a harmadik rész a The Ship of the Dead. A Magnus Chase sorozathoz egy kiegészítő könyv a Nine from the Nine Worlds, illetve a német Percy Jackson és az Olimposziak villámtolvajom, amit szerintem soha nem fogok elolvasni. Megpróbáltam. Borzalmas. És akkor ez volt az első Percy Jackson polc, és menjünk át a másodikra. Ez a második Percy Jacksonos polcom. Itt van ez a Poseidonos kis köcsögöm, illetve a könyvjelzőt tartom, ezzel már
igazán ismerősek vagytok, nagyon sok könyvjelzőm van. Még mindig Percy Jackson könyvek, megvan angolul az első három rész, az vagy a Percy Jackson és az Olimposziakból, tehát itt van a Villámtolvaj, a Szörnyek tengere és a Titán Áfka. A King Krónikák sorozat, tehát az első rész a Vörös Piramis, a második rész a Tűztrónus, és a harmadik rész a Kígyó Árnyéka. Még kiegészítő kötetek a Percy Jacksonhoz, Camp Half-Blood Confidential, a King Krónikákhoz kiegészítő kötet a Brooklyn House Magician's Manual, a Magnus Chase sorozathoz a Hotel Valhalla Guide to the North World, illetve az Olympus hőseihez, vagy hát inkább talán a Trials of Apollohoz kapcsolódóan a Camp Jupiter Classified. Még kiegészítő kötetek a Percy Jackson and a Percy Jackson és az Olympusiakhoz a The Demigod Files, az Olympus hőseihez a The Demigod Diaries, illetve ez a kiegészítő kötet a Demigods and Magicians, ami egy ilyen crossover kötet három novellával, amiben a Percy Jackson szereplői és a King Krónikák szereplői találkoznak. Szóval ez a maradék Percy Jackson könyvem. Következő polc, ez hát régebben az ilyen young adult romantikus volt, most félig meddig a képregény szekció, félig meddig pedig az a young adult romantikus része megmaradt, mert ezek így nagyjából olyanok. Egyrészt itt van a Harry Potteres varázspálcám, varázspálcám, nem Harry Potteres. Ez a 9 és 3 negyedik vágányos kő, egy Harry Funko. Harry eldölt. Van itt egy Goethe Salamander Lego figura, amit igazából elmarakott ki. Egy újabb gyertya, ez ilyen kis picike, ez a Lilium az esőben, illetve a Harry Potteres kis kitűző, amit még a Harry Potter stúdióba vettem, csak baromi nehéz, és ezért nem rakom föl, csak így a polcon tárolom. Elsőként itt van a Tűzérség világa, ami azért ezen a polcon van, mert erre fért föl, mert nagyon magas. Balogh Krisztinától a Világ alakító, az egy ilyen foglalkoztató könyv, ez is azért van itt, mert az ilyen magas. És ezt akár odaadhatnám az unokahúgomnak színezni. Most már. Lassan. Hát itt van ez az Official Guide a Harry Potter stúdióból. Egy ilyen lovas National Geographic különkiadás. Tartom a polcon azt az álmagazint, amiben benne vagyok, a tavaly novemberit. Képregény szekció elsőként Grant Morrisontól és Dan Morától a Klaus, így kezdte a télapó, ezt Esztitől kapta. És csodálatos. Aztán itt van a két Cserkeszterek kötete. Az első kötet a Rettegjetek a Szent Nyávogótól, és a második kötet a Barátság a Maximumon. A Paper Girls képregényeim az Paper Girls első rész, és a Paper Girls második rész. Aztán van egy Heartstopper képregényem, a második rész, amit egy nézőtől kaptam, de most már be kéne újítanom az 1-3-4-gyel is. Aztán itt van még Noel Stevensontól a Nimona, Rachel Smith-től, a Lore Olympus első kötet, Rainbow Rowell-től a Fangirl manga verziója, Vera Brosgoltól az Ánya kísértete, aztán igazából ennyi volt a képregényezés. Itt van még a John Green gyűjteményem, tehát a John Green Csillagainkban a hiba, Teknősök végtelen sora, Papírvárosok, Alaszka nyomában és a Katrina köbön. Becky Arbeltallitól a Simon és a Homo Sapiens Lobby, vagyis a Love, Simon. Itt van Rainbow-ra a Carrion, illetve hát Simon Snow sorozata, ennek az első része a Carrion, a második rész a Wayward Son, és a harmadik rész az Anyway the Wind Blows. Aztán a Holdbilly Krónikák sorozat Marissa Meyer-től, első rész a Cinder, második rész a Scarlet, harmadik rész a Cress, és sajnos a Winter még nincs meg. Viszont ha már amúgy is különböző kiadásokban van meg, megvettem hozzá angolul ezt a kiegészítős novellás kötetet a Stars Above címmel. Most nézem, hogy ennek a második, az utolsó része az belül illusztrált. Ha, mik vannak? Igen, szóval Zandra Regnértől az Elfek öröksége sorozat, azt hiszem ez a sorozat cím. A második rész a Sötét jóslat, és a harmadik rész a Sárkányok titka. Remek, ezzel ezt a sort is végigjártuk. Na, ezen a polcon, hát ez ilyen science fiction polcnak indult, de aztán
elég sok romantikus könyv is rákerült, úgyhogy elég vegyes felvágott. Kivételesen nem Aurórás gyertya, ez a Levelek Mr. Darcy-nak a Világok lángjától, ezt anyáiktól kaptam karácsonyra. Ez konkrétan ilyen levendula illatú. De azért van itt Aurora Candle-ös babahintőpor illatú pici. Két ilyen kristályszerű kő, egy rendes kő, meg egy bödön kavics. Dunai kavics. Első, Sixin Liu-tól a háromtest probléma. Szintén Sixin Liu-tól a hangyák és dinoszauruszok. Nédi Okora Fortól az Akata boszorkány. Hien Xiao Li-től és David John-tól a Lány hét névvel. Igen, engem apa próbál rávenni, hogy Dűnét olvassak, úgyhogy így megkaptam egy csomó rész belőle, tehát megvan Frank Herbert-től a Dűne 1. A második rész a Dűne messiása. A harmadik rész a Dűne gyermekei. És a negyedik rész is a Dűne Isten császára. Még egyet sem olvastam. Majd egyszer csak ráveszem magam. Patrick Rothfuss-tól a Szél neve. Jonathan Strahan szerkesztésében a Sárkányok könyve novellás kötet. Itt van Madeline Miller-től a Kirké, aztán S.A. Chakraborty-tól a Bronzváros. Andi, ha esküszöm, hamarosan el fogom olvasni. Elixir Hero-tól a 10.000 ajtó. Jennifer Niven-től a Holding Up the Universe. Veled teljes a világ talán magyarul. Hong Kong-tól a Nemes teremtmények. Ray Bradbury-től a Marsbéli krónikák, ez is szintén novellás kötet, ha jól tudom. Jojo Moyes-tól a Mielőtt megismertelek, Lori Gottlieb-től az Akasd beszélni róla, a Jane Austen szekciómban a Meggyőző érvek, az Emma, a Büszkeség és balítélet, a Mansfieldi kastély, és az Értelem és érzelem. És akkor jött a következő polc. Következő polc, ennek szerintem a tematikája elég egyszerűen beazonosítható, ez a Tolkien polcom. Itt van egy Legolász Funko Pop, egy minisós karamella gyertya, szintén Aurora Candle, illetve egy fűszeres narancs illatú, szintén Aurora Candle gyertya. Oké, egyből ki is van fordítva a Beren és Lúthien, aztán van itt még egy Hobbit, maga a Gyűrűk Ura kötetek, tehát a Gyűrű Szövetsége, a Két Torony, illetve a Király Visszatér. Ezen kívül van egy Hurin gyermekei és a Karácsonyi Levelek. És ez a polc csupán ennyi. A következő polc az gyakorlatilag a Metropolis Media kiadó könyveivel telelevő polcom. Ezt azért tartom egy helyen, mert ez mindegy méret, kivéve a végén van két kis kivétel itt, ami nem Metropolisos, ez csak odafért. Még mindig gyertyázunk, ez az óriás virágcsokor illatú, illetve még két kő van itt. Egyszer itt van az Igazlátó krónikák első része Lane Kabarbortól, azaz a Sárkány hívása. Második része az Amulet. Jodi Taylor-tól a Semmi lány sorozat első része a Semmi lány, második része a Nem Semmi lány. Itt van Johanna Sziniszalótól a Napmagja, Sergei Lukinyenkótól a Kvázi, Arkady és Boris Strugatskytól a Nehéz Istennek lenni, Ivy Wilttől a Ha minden madár énekel, Pavla Horákovától a Valószerűtlenség elmélete, Lana Bastasiktól a Kapd el a nyulat, Petra Hulovától a Mostoha sors, T.J. Klumtól a Ház az égszínkék tengernél, illetve a Suttogó ajtón túl. Amy Itarantától a Tiltott álmok városa, Liz Flanagantól a Sárkánylány, Szélesi Sándortól a Varázslények ügyosztás sorozat első része az Ellopott troll, Hozi Antonio Cotrinától a Samhain aratása, ez a Vöröshold sorozat első része, és a második rész a Sötétség gyermekei. Carlos Csernovtól a Végtelenvetítés, Jasper Forttól a Monokróm, Theodora Gosztól az Alkimista lányának különleges esetei sorozat. Első része az Alkimista lányának különleges esetei. Második része az európai, nem, a Különleges hölgyek európai utazása első kötet és második kötet. Alexis Hendersontól a Boszorkányság éve. Christina Henrytől a Piros. Indrek Harglától a Melchior sorozat, a Melchior a patikárius és a Szent Olaf templom rejtélye, a Melchior és a Kerekes kút utca lídérce, a Melchior és a Hóhér lánya, illetve Melchior és a Piritai folytogató. Az utolsó Metropolisos könyv a sorban pedig Walter Tevis-től a Sokszavú poszáta. Az egyik kakuktojás a polcon szintén Walter Tevis-től a Vezércsel, az utolsó könyv pedig Stian Scott-tól az Elveszett aranyváros keresése. Ezzel pedig megvolnánk ezzel a polccal is. Utolsó sor következik, ezen az első polcon igazából az ilyen nagyobb iskolásoknak szóló gyerekkönyvek, tehát ezek a middle grade kategóriájú könyveim vannak főként. Még egy gyertya,
mert nagyon sok gyertyám van. Ez a sárga dinnye és friss uborka illatú. Ó, ezt lehet mindjárt meggyújtom. És ezen a polcon ennyi dísz van. Tóth Klaudiától, az Emma az utazó. A.F. Steadmantől a Skander és az Unikornis tolvaj. Itt van a Meseország mindenkié. Aztán Andrew Petersontól a The Wingfeather Saga, a sötétség, sötét tengerének peremén, hajnalszárny sorozat első része. Itt van az Olga a papírlány sorozat, az első rész a különleges utazás, a második rész a Jum a sötét szerzet. Aztán Rachel Hartmantól a Serafina, Dobó Dorottyától a Zapumai kóbor villamos, Maurice Karémétől az üveggolyó, Kate DiCamillótól a Flora és Odysseus, Sárközi Zsolttól az Egy cseppnyi élet, RJ Palacio-tól a Wander, aminek nem tudom a magyar címét, Kelly Barnhill-től a Lány, aki holtfényt ivott, Rick Riordan-tól a 39 kulcs sorozat első része a Csontlabirintus, Joshua Kahn-tól a Shadow Magic trilógia, amiből még mindig csak két részem van meg, mert szerintem soha nem fogják kiadni a harmadik részt ezzel a borítóval most már. Igen, az első rész a Shadow Magic, és a második rész a Dream Magic. Jessica Townsend-től a Nevermore sorozat, Morrigan, az első rész a Morrigan Crow 4 próbája, a második rész a csudamíves Morrigan Crow bajós öröksége, és a harmadik rész a Camphor-kor Morrigan Crow nagy dobása címmel. Ez amúgy milyen hasznos már? Ez az egyetlen boxetem, amiben itt van a kezednek ilyen cucc, hogy ki tud húzni. Philip Pullmantól az Úrsötét anyagai trilógia, első rész az Északi fény vagy aranyiránytű, második rész a valamilyen kés, The Subtle Knife, mindig elfelejtem mi, és a harmadik rész a borostyán látcső. Aytül Akaltól a Léggömbök a magasban, ez egy lengyel legendák és népmesség gyűjtemény, Núr Icözütől a Csingisz kalandjai a nappal, Hétvári Andráltól a Pettyes katicám, Tony Ditterlizittől és Holly Blacktől a Spiderwick krónikák, amiknek nem tudom fejből a magyar címüket. Az első résznek tutira a Manók könyve a címe. A második rész, nem tudom, The Seeing Stone. Harmadik rész, Lucinda's Secret. Negyedik rész, The Ironwood Tree. És az ötödik rész, a The Wrath of Mul'Garath. Illetve a folytatása a Spiderwick krónikáknak, amiknek az első része a Vizitündér dala, a második része a Behemoth veszély, és a harmadik része a Végső küzdelem. Ez volt ez a polc. Utolsó eleti polc részünk, ezt neveztem ki a krimi polcomnak. Na most ezen felül sok másik krimi könyvem van, csak azokat valamilyen oknál fogva be tudtam máshova suvasztani, és így nem kerültek ide. Folytatódik a gyertyabemutatás, ez a havas, szilva és rózsa, nagyon fincsi illatú. Még egy bödön rózsaszín kavics, illetve a sejmes cseresznye virágillatú Aurora Candle-ös gyertyám, ami szintén nagyon jó könyvtámaszként funkcionál, mikor nem égetem a gyertyát. Ezen a polcon van Claire McIntosh-tól az ICU, ami talán már megjelent magyarul Látlak címen, Lucy Foley-tól a Vadászparti, Alex Pavesi-től a 8 nyomozó, Szabó Tamástól a Holdvíz, ez a féltégla GDB Barker-től, a szíve helyén sötétség, Harlan Coben-től a Senki fia, Chris Carter-től a Nevem halál, és a Csellengő gyerekek sorozatból az első részt Shannon McGuire-től a Minden szív kaput nyit, a Mély Beránt a lábvilág, és a Cukorszín égbolt alatt. Ez a polc ennyi lett volna. Na, ez egy igen vegyes felvágott, itt van minden, bár a legnagyobb része szerintem az kb. Ilyen romantikus, kortárs, ennek már nem nagyon volt rendezési elve. Még mindig gyertya, bazsarózsa illatú, illetve egy ilyen pici gurulós málna illatú. Ez itt egy Libris ajándékkártya, amit már elköltöttem a pénzt, csak annyira szép, hogy megtartottam. Nem gyertya, de illatviasz, ez egy ilyen ajándék minta a Világok lángjáshoz volt talán, és hivatásos könyvmai illatú. Ez nem tudom, mit akar. Hát nem tudom, milyen szaga van. Oké. Aztán van egy csomó ilyen Aurora Candle-es mini illatviaszom. Ez a citromfű és gyömbér. Ez az angol rózsa. Ez a rozépesgő és pomelo. Ez egy pumpkin spice latte, amiből van gyertyám is. Ez pedig egy mangós limonádé. Ez meg egy ilyen cicás bögre, csak hát itt kicsit nem tudom látszik-e. Szóval itt ilyen kis hibás, úgyhogy inkább dísznek használom, mint sem hibásra.
így biztosan nem lesz baja. Első könyvünk John Campbelltől a The Beginning of the World in the Middle of the Night, ezen a polcon most lesz egy csomó könyv, amit nemrégiben Emma kirakott, én megbenyúltam, és ez közéjük tartozik. De én ezt már egyébként olvastam. Ja, itt van apától a saját példányom, a Csillaglélek, Ákodi Zsuzsától a Lélekrablók, Jó Katalintól a Boldogság forrása a kutya, Jennifer Niventől a Veled minden hely ragyogó, oké, ez Ruth Hogan-től a The Keeper of Lost Things, Benjamin Alire Sands-től az Aristotle és Dante fel a világ mindenség titkainak nyomában, sose tudom pontosan ennek mi a magyar címe. Itt van a Lezárt sír trilógiából is az eddig magyarul megjelent köteteim, az első része a Gideon a 9., ugye ezt a sorozatot Tamsin Muir írta, a második része pedig a Hero a 9., és azért van benne egy olyan zöld cucli, mert éppen apa olvassa, vagy szenved vele. Nézőpont kérdése. Wooming Yi-től a Rovar szemű ember, Emily Nagoski-tól az Úgy, ahogy vagy, Kevin Kwan-tól a Kőgazdag ázsiaiak, első része, Becky Albertalli-tól és Adam Silverától a Vatificas, Nicola Jung-tól a Nap is csillag, Stuart Turton-től a The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle, és ez talán megjelent magyarul Evelyn Hardcastle 7 halála, 7 és fél halála címen, valahogy így. Susan Rindell-től a Three Martin Lunch, Rainbow Rowell-től a Fangirl, szintén Rainbow Rowell-től az Attachment, szintén Rainbow Rowell-től a Landline, Madeline Miller-től az Achilleus dala, a Natasha Gunn-től a Girls of Paper and Fire első része, a Girls of Paper and Fire, Neil Gaiman-től a Csillagpor, illetve a Sosehol, Alice Walker-től a Bíbor szín, és még van itt három icipici kötet, az egyik Haldóra Torodzen-től az Ablak, a másik Acsai Roland-től a Csonthavazás, a harmadik pedig Rainbow Rowell-től az Almost Midnight. Van egy fotóalbumon, ami unikornisos, mert miért ne lenne unikornisos? Illetve itt tartom még a másik Kindle-tokomat, ez a régi. És akkor ez lett volna így, ezzel az utolsó polc, ami azt jelenti, hogy vége a könyves polc túrának, és egész gyorsan túlesnem rajta. Ez lett volna akkor az én könyves polc túrám 2022-ben, jövőre jön a következő rész. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!